Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videómban a Ha én író lennék book taget fogom kitölteni. Erre a book tagre Borka hívott ki a Borkaliszt csatornáról, maga a bookteget pedig Enikő, az Enikő Olvas csatornáról írta, és nagyon szépen köszönjük Enikőnek, szerintem egy nagyon jó és különleges bookteget állított így össze, mert ilyen eddig még nem volt, egyébként is gondolkoztam, hogy valami bookteget kéne már hozni a csatornára, és amikor megláttam, hogy Borka kihívott, nagyon megörültem neki, szóval köszönöm szépen mind a kettőjüknek, hogy ez a videó most létrejött. Összesen 11 kérdésre kell válaszolni, szóval kezdjük is el. Első kérdés. Álnéven vagy saját néven írnék? Hogyha én írnék könyveket, akkor szerintem a saját nevemen írnék. Egyébként nincsenek írói ambícióim mostanában. Régen nagyon sokat írtam, most már inkább az olvasás, de ha egyszer írok, akkor úgy fogom csinálni, mint ahogy Stephen King bácsi mondta, első sokat olvas, aztán sokat ír. Most egyelőre még a sokat olvas kategóriába tartozom, de egyszer még lehet, hogy a sokat írba is belekerülök, nem tudom. Második kérdés, milyen témában, műfajban írnék? Hát, igazániból szerintem én romantikus regényeket írnék, az szerintem úgy egyszerű lenne. Megpróbálkoznék a fantazival, mert szerintem a fantáziám az eléggé jó, és voltak már ilyen ötleteim. Illetve lélektani, amit én magam is szeretek, és szeretem, hogyha egy szereplő ilyen lélektani változásokon megy át. Szerintem én ehhez hasonló regényeket írnék. Harmadik kérdés, sorozat vagy egyrészes? Egyrészes, mi pedig azért, mert még egy könyvem sem jelent meg, egy könyvet sem fejeztem be, szóval, hogyha már befejeztem egy könyvet, akkor talán majd lehet sorozatról is szó, de egyelőre inkább elsőnek egy egyrészes kötettel próbálkoznék meg, mert azért sorozatnál ott sok mindenre oda kell figyelni, emlékezni az előző kötetekre, az nem biztos, hogy menne rögtön, de egyrészessel megpróbálkoznék, sorozat nem valószínű. Négy, amiről soha nem írnál. Hú, ez nehéz kérdés. Amiről nem írnék, az mondjuk ilyen gyilkosság, mert nekem az olvasni is nehéz sokszor, meg ilyen bizarabb jeleneteket azt nem írnék, mert nekem lelkileg is rossz lenne, meg az olvasónak is, szóval én inkább olyan könyveket írnék, ami így elvarázsol, és kicsit így kiragadja az ilyen ijesztő, rossz dolgokból, szóval nem szeretnék ilyen bizarr dolgokat írni, meg gusztustalanokat, hanem inkább olyat, ami ilyen boldogító, nem tudom, így valahogy gondolom, ja. Hát amiről így soha nem írnék, azt szerintem az, hogy ilyen thriller, horror elemeket, azt olvasni szeretem, de írni nem benne, mert én magam is félnék. Ötös kérdés, melyik már létező könyvet venném a nevemre? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert igazániból még annyit nem írtam, hogy tudjam, hogy pontosan milyen stílusba írnék, de mondjuk ilyen Jane Austen-szerűen szívesen írnék, meg azt szerintem úgy menne is. Szóval mondjuk Jane Austen-től a Büszkeség és balítéletet azt szívesen a nevemre venném, mondjuk ilyen modernebb köntösbe. 6. Hogy néz neki külsőleg a könyved? Szerintem nagyon színes lenne, akár csillogó. Lehet, hogy megjelenne rajta mondjuk egy lány vagy fiú, tehát hogy ilyen szerelmes pár, de nem az ilyen mesztelenkedős meg ilyenek, hanem mondjuk mint az Edenbrook, tehát valami ehhez hasonló borítót tudnék elképzelni az én könyveimnek is. 7. kérdés, író-olvasó találkozások, dedikálások szívesen vállalnám-e? Abszolút igen, én magam is nagyon szeretek dedikálásokra járni, meg ilyen könyves eseményekre, szóval szerintem én ezt nagyon élvezném, nagyon szívesen mesélnék a könyveimről, szívesen találkoznék olyan emberekkel, akik az én gondolataimat, az én történeteimet olvassák, szóval ez abszolút testrezálló lenne. 8. Melyik híres szerzővel írnál együtt közösen könyvet, vagy kérnél tőle tanácsot? Hogyha mondani kéne, akkor én Margaret Atwood az, akivel szívesen elbeszélgetnék, megkérdezném tőle, hogy tud ilyen gyönyörűen írni. Viszont az, hogy vele együtt írjak, azt nem biztos, hogy merném, mert félnék, hogy elrontom, amit ő alkot, és már nem lenne olyan jó az a regény, de nagyon szívesen elbeszélgetnék vele, mind lélektaniságilag, mind az ő, amiket érint témákat, hogy én hogyan tudnám ezt akár beleépíteni egy történetembe. 9. Valós vagy kitalált helyszínen játszódna a történeted? Hát, igazándiból nem tudom, szerintem az első regényem az mondjuk fantasy lenne, és akkor inkább kitalált, vagy kicsit ilyen disztópiás, tehát az is még inkább a kitaláltba. Szóval én azt mondom, hogy kitalált helyszínen játszódna,
kicsit azért valósághű, nem annyira elrugaszkodott, de mégis kitalált helyszín lenne. 10-es, meríteni a témát a saját életedből. Szerintem minden író merít egyébként a saját életéből, csak nem vesszük észre. Például ott van ennek példája a Stephen King, aki valljuk be, rengeteg ilyen fóbiája van, és megírta a könyvbe, hogy mi is féljünk. Szóval igazándiból, hogy mondjam, biztos vagyok benne, hogyha elkezdenék így írni huzamosabban, mint régen, akkor biztos vagyok benne, hogy a saját kis életemből is mennének dolgok a regénybe, ha akarom, ha nem, mert azért egy történet csak nagyon összefügg a szerzővel nyilván, de persze szerintem minden szerző szed ikletet a saját életéből, mert hát a legjobb egyébként szerintem, tehát amit megélünk, azt tudunk jól megírni. Szóval igen, határozottan igen. 11-es, kit hívsz ki? Kihívnám Evelynt a Pergamen Rehány Szavak csatornájáról, illetve Erikát az Erika Könyvtára csatornáról. Töltsétek ki ti is ezt a teget, nagyon kíváncsi leszek a válaszaitokra. Ennyi is lett volna most ez a tag. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat. Ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!